Akkor én fölveszem, amit beszélünk, aztán meglátjuk, hogy hát ha hasznos lesz másnak is. Jó, rendben van. Jó, Aztán aztán meglátjuk. azokat a dolgokat, amiket gondolsz, azokat megosztod, és akkor meglátjuk, hogy mire Oké, jutunk. rendben. Majd szóljál, hogy mikor indítod, vagy nem tudom. Ja, jó, rendben. Gondolom, hogy Értem. lenne olyan, de ha eszembe jut valami olyan, akkor azt úgy is külön megírom, hogy ezt Jó, tőled jó, akarom. jó. Az De is jó, nem rendben. hiszem. Nem hiszem, hogy lenne ilyen most pont, hogy. Na hát figyelj, akkor kezd el ahol az elejétől, amit mondtál, vagy küldtél nekem a Ja, igen. Hát Messengeren igazából. azt. Igazából csak hát avval kezdeném, ugye, hogy ugye írtam neked is, hogy hát te tudod, hogy mi Izraelben vagyunk, feleségemmel itt vagyunk Igen. már mindjárt 5 éve, és hát itt eléggé gyorsan beindultak a folyamatok, ugye itt már mindenhol mondják, hírekbe, tévében, mindenhol, hogy december 27-től jelentkezni lehet az oltásra. Persze egyelőre még ezt nem úgy mondják, hogy most, tehát hogy tehát nem kényszerítik az embert rá, de már most írnak olyan dolgokat, hogy bizonyos helyekre majd nem lehet bemenni oltással, egyelőre még csak ez ilyen Igen. baditermek, meg ilyen színház, meg ilyen helyek. De hát ugye ez tervbe van véve, hogy akarnak egy ilyen COVID-kártyarendszert, hogy mindenkinek legyen, Igen. és akkor ezt kiterjesztik majd olyan szinten, hogy munkába se lehet majd menni, és a legvégére azt akarják, hogy még vásárolni se tudjál. Aha. Tehát nem mehetek be majd élelmiszerboltba, sehova konkrétan. Értem. És hát ugye azt láttad, én átküldtem neked a képet, ugye mi most megvettük, ezért Igen, is elkezdtetek hihetünk el, készülni. hogy igen, most kellett hirtelen megvenni ilyen túratáskát, megvenni ilyen hozzávaló dolgok, mert azért sok mindenre gondolni kell, nekünk van 2 kutyánk is, amit biztos nem fogunk senkinek odaadni, szóval ők jönnek velünk. Igen. Úgyhogy hát mert félünk attól, hogy már januárban már ezt meg fogják lépni, hogy nem fogunk tudni sehova sem menni vásárolni, úgyhogy majd még Miért megint mi a el kell határideje menni. ennek az egésznek, vagy mikor? Hát figyelj, én szerintem ez január végéig itt teljes zárlat lesz. De én arra tippelek, hogy január elejétől már a munkahelyekre is kiterjesztik. És ezt igen? Igen. És akkor majd szólnunk kell nekünk is itt, hogy fölmondjuk a szerződést, meg minden, és akkor kb. Lesz egy hónapunk, hogy eldöntsük, hova megyünk. Persze mi eldöntöttünk már, mert Jeruzsálembe az a legészszerűbb, ahova lehet, mert én Értem. néztem, hogy hol lehetnek olyan környékek, ahol nagyjából nem ilyen ember lakta, mert azért nem szeretnék lesátorozni olyan helyen, Nem. ahol mondjuk sokan laknak, meg ugye ilyen nyilvános parkban nem is lehet, mert egyből elzavarnak. Plusz van egy barátnőnk Jeruzsálemben, igaz, hogy ő is már mindjárt 80 éves, de azért ilyen fiatalos, tehát nagyon jól tartja magát, nagyon jóba vagyunk vele, úgyhogy mondta, hogy ha kell, akkor segít ilyenbe, hogy bármi, ha netán étel kell, vagy És bármi más. azt hagyd kérdezzem már meg, hogy Igen? a munkahelyen, ahol dolgozol, ott szó van már erről, vagy beszéltek erről? Ott még nem, de hivatalos helyeken már írják ezt. Tehát például most mondok neked egy-kettőt. Van egy ilyen, hogy Új Kelet, ez Izraelben egy ilyen magyar oldal. Akkor van Micsoda ez ez? Bocsáss a meg még egyszer. Új Kelet, az a neve. Ez egy ilyen, olyan, mint Magyarországon egy Index, vagy valami ilyesmi, ez lehetne hasonlítani. Mert mindegyik ugyanazt a propagandát nyomja szerintem, úgyhogy Végül is teljesen én itt mindegy, de ez találtam egy cikket ilyen hivatalosnak számít. az Izraeli Times-ban van egy cikk, ahol azt írják, hogy a december 13, hogy azok a beoltott izraeliek, azok zöld útlevelet fognak kapni, és azok mindenféle ilyen lezárás
megszorításokat majd át tudnak ugrani. Azt mondják itt, hogy a karantént ezen felül mindenféle kulturális rendezvényt étterembe bejuthatnak, és külföldre is utazhatnak Pontosan. mindazok, akik be vannak oltva ugye ezen a állítólagos betegség ellen. Igen. Igen. Ez a De most... hát ez lesz a legelső, tehát ezt már most leírták, hogy például repülni már most se lehet, azt hiszem, hogyha nincsen neked erről, vagyis ha nem mész el most decemberbe Igen. a jelentkezni, azt hiszem már nem is utazhatsz december végétől. Szóval ez, ja meg van ez a, várjál, van egy ilyen nevű csoport, hogy Koma Olim izraeli csoport, ez ilyen direkt ilyen magyar ajkúaknak, akik itt vannak kint, és ott is folyamatosan megosztják az itteni, hát úgy mond ezt, úgy érsz, hogy itt lefordítják az itteni Híreket, hivatalos aha. hírt, és ők így ezt megosztják a magyarok között, és ott is Értem. már láttam ilyen listát, amiről írnak, hogy hova nem lehet, mit lehet majd, stb. Bizarr Úgyhogy... az, hogy egyébként ha most egy erről beszélsz, ez a Jerusalem Post Com azt írta tegnap, hogy Izraelben a koronavírus védőoltás az megkezdődik a következő vasárnapra, ami azt jelenti, hogy ha 13-án mondta, akkor 20-án már megkezdődik, és azt mondja, hogy már ők elkezdték a végét látni ennek a világjárványnak ezzel az oltással. Jövő vasárnapra van szó, vagy hét. Igen, de a teljes hivatalos dátum az 12. hó 27, ami ugye, ha a számokat egy kicsit megnézzük, már az önmagában elég érdekes. Tehát, hát igen, szóval ez, én nem tudom, hogy most ezt biztosra, hogy most ez a, ugye le van írva ez a fenevad bélyege. Na most én ezt, én teljesen annak veszem szerintem. Ezt Szerintem a ez már itt... védőoltást? Igen. Én ezt teljesen annak. Ezt szerintem nem szabad. Mert én nagyon utána nézegettem ennek, és ez mindenhol azt mondják, hogy ez egy, nem egy olyan oltás, mint a többi, az eddigiek, hanem itt valamilyen génmanipuláció, hogy a DNS-edbe is beleavatkoznak, tehát itt már ez már sokkal komolyabb annál, mint hogy egy influenza oltásra elmész. Én, ha már itt tartunk, én úgy gondolnám, hogy ugye azt mondja az írás, hogy a maga fenevad bélyege az valamiféle olyan dolog, ami kihat a kereskedelemre, meg mindenféle dolgokra. Szóval maga ez az oltás hát ez nem kihat. feltétlen. Igen, de nem maga az oltás, hanem a, ugye az azt, hogy mondjam, szóval az oltás maga nem feltétlen az, kell, hogy legyen valami más dolog. De én amúgy azt javaslom, hogyha megkérdezem most valaki, akkor én mindenképp ellene tanácsolnék mindenkit, hogy ebbe semmiképpen ne vegyen részt ebben az oltásban, már csak azért sem, mert valahogy az egész számomra olyan, nem is tudom, én nem bízom meg bennük, és biztos vagyok benne, hogy ez valamilyen úton, módon káros az emberre nézve, és azt nem tudom, hogy ez-e az, amiről szó van, a fenevad bélyege, de én szerintem lehet, hogy érdemesebb elgondolkozni azon, hogy a fenevad bélyege valahogy úgy tűnne nekem, hogy ugye most ha csak az írásokat nézzük, és ha valakit érdekel, akkor azt mondja, hogy az előbbi fenevad minden hatalmasságát cselekszi, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek a halálos sebe meggyógyult. Még ilyen dolgok nem történtek. És nagy jeleket tesz, és tüzet hoz alá az égből a földre, az emberek szemlátára. Elhiteti a föld lakosait jelekkel, és adatik neki, hogy cselekedje a fenevad előtt. És azt mondják a föld lakosainak, csináljanak meg a fenevad képét, aki fegyverre megsebesített volna, de megelevenedett. Még ezek nem történtek meg, ezek a dolgok, és adaték, hogy a fenevad képében lelket adjon, ez sem, és szól a fenevad képe, és azt teszi, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, azok megölessenek. És ezután jön az, hogy
azt teszi kicsikkel nagyok, ahogy jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tesznek. Szóval azért ez még szerintem távol van ettől, hogy ez beteljesüljön. Így tehát azért én óvatos lennék, mielőtt azt mondom, hogy jó, ez a fene alatt bélyege, és akkor mindenki csak tartózkodjon Igen, de ettől. olyan, én azért gondolom azt, mert olyan erőszakosan erőltetik ez globális szinten, és olyan retorziókkal jár, hogy aki nem csinálja meg, hogy itt valami más is kell, hogy legyen. Főleg úgy, hogy mindenhol azt olvasom, meg így utána nézegetek, hogy itt a maga az ember genetikáját módosítják, tehát a DNS-ébe beleavatkoznak. Tehát itt már ez olyan, mint ez a maszk például, hogy ugye az emberi mi voltunktól fosztanak meg. És szerintem ez az oltás, ez még rá fog tenni, ez ilyen hatványozottan fog erre még kihatni. És ki Értem. tudja még, mi lehet ebben benne. Szóval én nem tudom, de Hát közvetve lehetséges, hogy biztosan én hozzájárul. sem mondanám, ugye, hogy ez a maga a bélyeg, de valamiért nagyon mindenkit be akarnak. Itt valami nem kerek, az biztos. Az kétségtelen. Sőt, amit mondasz, az is elképzelhető, hogy közvetve ez hozzájárul ahhoz, szóval ez összefüggésben van azzal, hogy aztán később majd aki ezzel az oltással rendelkezik, az lesz az, aki ezt a bélyeget megkapja. Úgyhogy így Igen, ez egyetértek ilyen vele. lépcsőzetesen valahogy Aha, elmennek pontosan, odáig, hogy pontosan. ne legyen feltűnő, Igen, gondolom igen, most igen, ennyire. alig, hanem valahogy így. Valahogy így van. Szóval én még azért lelassítanék, de mivel lassan már ott tartunk, hogy ez egy valós kérdés, így érdemes elgondolkozni a mindenkinek azon, hogy hol is áll, vagy mit is gondol. Itt van egyébként most, amit nézek, az izraeli légi közlekedés, a egészségügyi minisztérium, és akkor itt vannak ilyen különböző állomások, ahova utazni lehet, és akkor jelzik ilyen kis piros hüvelykúj lefelé vagy felfelé mutat, hogyha valahova javasolják, vagy nem javasolják az utazást, milyen országok ezek, ahova ők javasolják. Próbáltam a szabályokat megkeresni, de és akkor mert mi van akkor, Roland, hogyha mond. most teszem azt, hogy ez a fenebad bélyege, ez mondjuk egy ilyen komplexebb dolog, hogy nem egy valamiről szól, egy csípről, vagy egy bármiről, hanem ez egy ilyen összetett dolog, Én hogy mit egyetértek tudom veled, ez. szerintem ez így van. És ezért szerintem akkor már az elsőt se szabad szerintem meglépni. Tehát én teljesen azt érzem, hogy nem szabad. Én attól tartok, hogy Nem, egyet nem. kell, hogy értsek veled. Én elhiszem, hogy ez biztos sok embernek fájdalmas lesz, hogy így felgyorsulnak, mert most már konkrétan nem az van, hogy egy-két nap, meg egy-két hónap, hanem órák alatt úgy megváltoztatnak mindent, érted? Hogy Igen. itt már nincs idő nagyon aludni, meg gondolkodni Aha. dolgokon. Itt el kell határozni az embernek, hogy most tényleg most itt vagyok, vagy ott vagyok. Nincs mese. Nézd, Tehát de amennyire fájó ez az egész, annyira azt kell mondani, hogy ilyen egyetértek azzal, amit mondasz, és én ezt próbáltam elmondani az elmúlt évek során, hogy el fog jönni az az idő, amikor azok, akik gondolkodnak, és húzzák az időt, hogy eldöntsék, hogy melyik oldalon állnak, hogy mit csinálnak, azok csak sajnos ki fognak fogyni majd az időből, meg azokból a kártyákból, amiket még fel lehet húzni. És szerintem ez az idő, ez mostanában jön el. Szóval mindenki, aki még mindig gondolkodik, hogy szerintem mit kéne csinálni, vagy melyik oldalon áll, vagy hogy van ez az egész, az ott fogja magát találni, hogy túlságosan az események felgyorsulnak ahhoz, hogy meg tudja Pontosan. hozni a megfelelő lépést. Úgyhogy szerintem, aki most... Ráadásul szerintem most összezavarják ebben is az embert, mert most aki
látja a dolgokat és tisztában van a dolgokkal, már az is összezavarodik, látod, most erről beszélünk pont mi ketten, hogy most ez Igen. még belefér, nem fér bele, belefér, menjünk, nem menjünk, de szerintem van az a pont, amikor már nem tudsz visszafordulni. Így jobb nem belemenni már az elején, Igen. én azt mondom. Hát nézd, ezért mondtam azt, hogy ezen rajta kell lenni, ezen a dolgon 100%-os odaadással, meg elszántsággal, pont erről volt szó a Sabát napon. Ezen ott kell lenni 100%-os elszántsága, hogy az ember meg tudja hozni a helyes döntést, különben egyszerűen csak az eseményeknek az áramlata az el fogja sodorni, mert túl sok az információ már, ha valaki igen. most kezdi el kapkodni a fejét, hogy mi legyen, akkor nagyon nehéz kiszűrni az igazságot, de ettől függetlenül még mindig azt mondom, hogy én csak egyszerűen szeretek biztosra menni, tudod? És nekem meg se fordult a fejembe, hogy valaha is, akármelyik pontján ennek az egésznek ez a védőoltás úgy, mint egy lehetséges alternatíva. Szóval nehogy valaki azt gondolja, hogy én azon hezitálok, hogy vajon igen, vagy nem. Én nem azon hezitálok, hogy vajon igen, vagy nem. Én nekem meg sem fordult az igen, vagy az, hogy én ebbe belemenjek, mint egy lehetséges alternatíva. Na ez az, hogy én nekem se, és egyáltalán nem is érzek ez ellen. Tehát nincs bennem egy csepp rossz érzés se, hogy nekem ki kell menni az utcára. Hát tehát akár az nincsenek sem. Bennem kétségek, és én azért gondolom azt, hogy én szerintem helyes, amit csinálok. Aha. Mert általában szoktak lenni megérzéseim ilyenekkel kapcsolatban, hogy valami nem jó, ne csináld, de most egyáltalán nincs. Igen. Nem, szóval mert azt én azt gondolom, hogy gondolom. Ezért ez a jó, ez a helyes. Aha. Most jobb lett a hang az előbb. Hát nem, most ide tartom. Az nagyszerű lett volna. Úgyhogy én így vagyok vele, és még ebben kapcsolatban akartalak kérdezni, hogy te esetleg, hogy gondolom, te is gondolkoztál már ilyeneken, hogyha netán oda kerül a sor, hogy tudom én, ne adj Elohim, az utcára kell menni, akkor igen. Így, hogy mégis milyen tanácsot tudnál ezzel kapcsolatban adni, meg... Mert persze én is megveszem az olyan dolgokat, amik feltétlen Igen. muszáj, mintha elmennék egy erdőbe túrázni, meg Uh-huh. stb. De mondtam is neked, írtam is neked, ha majd ott leszünk, akkor még egy darabig lesz így telefonunk, meg internetünk Igen. valószínűleg. Tehát majd én tőlem beszélhetünk úgy is, hogy én már konkrétan az erdőbe leszünk. Tehát. Jó, hát. Nézd, szóval, persze ez most durván hangzik, de értem, amit mondasz. Nézd, hát ez tényleg most így hangzik, de ez van. Tudja mindenki, aki ezt tudja, hogy előbb-utóbb ez lesz. Most attól kár tartok, hogy ütegetni magunkat abban, hogy jaj, még egy év, jaj, még fél év, jaj, még ez, meg az. Úgyis ez lesz a vége. A vége ez. Ugye a kérdés az, hogy mikor, meg a másik az, hogy szerintem az a probléma, amivel most ti szembenéztek, az különleges azokra az emberekre nézve, akik a városokban élnek, akik azokon a területeken élnek, ami sűrűn lakott, mert az, aki esetleg falun él, vagy még annál is Kijev, Tanyán, vagy a város szélén, vagy bármiféle gazdaságban, azokat azért így első nekifutásra ez nem fogja annyira érzékenyen érinteni, mint téged, aki a városban él, vagy azok igen. Az embereket, hisz azok egyszerűen csak ott ragadtak, az kész. Igen, igen. És ott hát nem meg tudsz ugye még könnyebb kimenni dolga az erdőbe. Még könnyebb dolga lesz az olyan embernek, aki mondjuk rendelkezik egy ingatlannal mondjuk vidéken, mert ott ugye meg lesz a fokozatosság. Mert mondjuk nem mehet ide vagy oda amoda, mondjuk nem megy el dolgozni. Oké, okay, házába lekapcsolják villanyt, vizet elzárják, vizet mondjuk még valahogy megpróbál szerezni, vagy talán az még sikerül neki, de mégis van fedél a feje felett. Viszont igen. Ez Izraelben úgy működik, hogy itt a lakosság 80%-a albérletben lakik, úgy, mint igen. Amerikában.
És itt nekem nem lesz ilyen, hogy én még ellakok valahol. Tehát én innen, ahogy kiteszem a lábam, konkrétan megyek az erdőbe. Szóval itt nem lesz, nem És vicc. akkor már az biztos, hogy nem tudsz haza sem utazni onnan. Ez már most biztos, hogy nem tudok. Mert a feleségem az akart, hogy így közel legyünk mondjuk hozzátok, hogy legalább egy ilyen közösség, akikkel ugyanígy tisztában Igen. vannak, úgy azért mégis egymásból erőt meríteni, de ez már biztos, hogy nem. Miért is? Hát mert már most bejelentették, hogy az oltás, ahogy 27-től, onnantól kezdve már nem is lehet És repülni. De addig? én, ha engem kérdezel, szerintem már most se lehetne. Szóval addig már nem tudsz. Ja, itt azt írják Hát mellesleg, figyelj, hogy én úgy Izrael. vagyok ezzel, hogy én okkal kerültem ide ki. Én teljesen ebbe, és én ahogy kikerültem ide 5 éve, most lesz márciusban 5 éve, hogy itt vagyunk, és utána rá 1 évre találtalak meg téged a YouTube-on. Tehát én szerintem ezek így nem véletlenek. Értem. Én szerintem én jó helyen vagyok itt, ahol vagyok, szerintem egyáltalán nem érzem azt, hogy haza kéne mennem, ez a feleségemben van benne, hogy ő azért jobb szeretett volna ott lenni, meg de még azt is hozzáteszem, hogy szerintem itt sokkal könnyebb az utcán élni, mint Magyarországon. Mert azért Magyarországon tudjuk, milyen ez a hajléktalan réteg, Hát mert tehát azért a másik konkrétan dolog ölik egymást az az, hogy emberekért. ilyenkor azért elég húzós már kint lenni az utcán, míg azért ott csak 10-15 fokkal melegebb van. De azt akarom mondani, hogy itt ez az új kelet, amiről beszéltél az előbb, azt írja, hogy Izrael több millió oltás megvásárlásáról állapodott meg a Pfizerrel, és az első szállítmány a szerdán érkezett. Úgyhogy ez az egész vakcina meg védőoltás, ez már nagyon is naprakész, december 27-én szerdán kezdődött meg, kezdődik majd meg ez az oltási művelet, ahol naponta 60 Igen. ezer embert fognak beoltani, ez mondja ez az izraeli Hát ugye új kell. 12. hó 27 és 60 ezer ember. Tehát Ja, ez igen. igen, Hát, szóval ez. ahogyha csak azt nézzük, akkor persze, igen. Én mondom, szerintem ez már egy felkészülés arra, ami következik, de azért itt még sok víz le fog folyni a Dunán, és azok közül az egyik, és most visszatérve arra, hogy ki az, aki Izraelben van, vagy mi a helyzet ott, én nem vagyok abban biztos, sőt, hogyha engem kérdezel, akkor Izraelnek bizonyos területei még esetleg jók lehetnek. De úgy összességében véve Izrael az az egyik legvészesebb terület egészen, amíg a háború véget nem fog majd érni. Ugyanis addig az a terület az, amit mindenki akar, és a legnagyobb káosz ott lesz, illetve az az a hely, amit az atyának meg kell tisztítani ahhoz, hogy majd a nép visszatérhessen oda, illetve azok, akik ezt fogják majd választani. Hát tehát én az első sorban leszek, amikor ez megtörténik. Hát, hogyha jó helyen fogsz majd élni, amikor elindul az időszak, tudod? Mert azért minden területen nem olyan nagyszerű Izraelnek. Mert azért először azt meg kell tisztítani azoktól, akik ott élnek most, meg mindazoktól, akik oda be fognak majd áramlani a háború során. És az még nem történt meg, szóval még addig azért ügyesen meg kell választani azt a területet, ahol ezt az időszakot majd átvészeled. De végül is Hát igen, ez ezen mindegy is. sokat gondolkozunk, hogy helyileg hol lenne a legjobb, de hát az a baj, hogy annyi Izraelben nincsenek nagyon tavak. Tehát itt azt is figyelembe kell venni, hogy a tisztálkodás szempontjából, mert ugye Jeruzsálemtől azért nincs olyan vészesen messze például a Holtenger. Ott is Igen. vannak olyan részek, ahol, de azt is figyelembe kell vegyem, hogy mondjuk, ha túl távol vagyok egy várostól, az se lehet túl jó, mert figyelj, most én most csak ezt így
Én gondolom, de ha egyszer elfogy a pénzem, mert elfogy, akkor kénytelen leszek az utcán koldulni, Igen. vagy valamit csinálnom kell, mert nem ülhetek az Pontosan. erdőbe, érted? Tehát sok mindent figyelembe kell venni, szempontot, és ez a nehéz. Mert nem olyan terület, nem olyan földrész, ahol könnyedén tudsz úgy helyezkedni, hogy minden adott legyen. Ivóvíz, hogy tudjál tisztálkodni, plusz, hát meg ilyen dolgok, szóval ezért nehéz megválasztani nagyon. Hát így első körben Jeruzsálem mellett például egy ilyen 10-15 perce van egy elég nagy rész, ami hát mondjuk úgy, hogy megnéztem ezen a Google Earth-en, ez a legerdősebb rész egész Izraelbe konkrétan. Szóval, és ott van is egy barátunk, ahogy mondtam, úgyhogy az tűnik legészszerűbbnek, szóval, de itt meg felmerül az, hogy a tisztálkodást hogy oldjuk meg, Ó, még hát egy igen, dolgot hagyj szóval. jegyezzek már meg. Az pedig az, hogy most mindenki, aki esetleg hallgatja, én azt javaslom mindenkinek, beleértve téged is, hogy a legfontosabb az mindenkinek az kellene, hogy legyen, amellett, hogy most, ahogy nézem itt a hadsereg fontolgatja, hogy kötelezővé teszi a koronavírus elleni oltást a katonáknak. Ez mai hír. És arról Igen, beszélnek, olvastam én is. hogy vajon milyen befolyással lesz majd ez a védőoltás a csapatok teljesítményére. De amit akartam mondani az az, hogy én arra törekednék, és ezt neked is érdemes megfontolni, hogy ha amennyiben lehetőség van, mindenképpen találni kell embereket, akik hasonlóképpen gondolkodnak, ugyanis önmagában az embereknek vajmi kevés esélye lesz, bárhol is vannak, úgy értem, hogy akárhol a világon, teljesen mindegy, hogy melyik ország az. Ha valaki magára marad és járja ezt az utat, akkor az egy borzasztó nehéz szituáció lesz, nem csak azért, mert hogy hogy védi, szóval most nem csak a praktikus kérdésekre gondolok, hogy hogy védi meg Ezért magát az akar például a ember. feleségem visszamenni. Világos. De Szóval, egy pillanat, viszont így meg nem találsz ilyen értem, embereket, egy ezt már pillanat, most mondom. értem. Szóval az a lényeg, hogy egyedül nem csak azért nehéz, mert így gyakorlati kérdéseket nehéz lesz megoldani egyedül, úgy, mint hogy akár csak ha védelem, a legprimitív dolgokra gondolván az önvédelem, vagy a vagyontárgyak védelme, vagy bármit beszerezni, hanem ez az út, amit mi választottunk, ez különleges azok közül, amit az emberek folytatnak a világban, és ez azt kívánja meg, hogy az ember ne legyen egyedül. Szóval én szerintem a törekvése az kellene, hogy legyen mindenkinek, és most nem azt mondom, hogy az nem jó megoldás, mert hogyha nincs más, akkor természetesen úgy maradtál, de mindenki másnak, akinek van. Én ezt számos alkalommal a videóban elpróbáltam elmagyarázni, hogy a közösségnek a szerepe az felbecsülhetetlen ezen az úton, nem csak azért, mert a parancsolatok hozzá kötődnek, az egyik fontos része hozzá kötődik, az ünnepek és a sabát, hanem azért is, mert szükség van arra, hogy amikor az ember olyan stádiumba kerül, akár lent van, akár problémákkal szembesül, vagy esetleg a hite elhagyja valamelyest, vagy bármi, akkor az nagyszerű, hogyha tud valakikre számítani, akik ott vannak, vagy éppen, hogyha esetleg elveszti a kapcsolatot az úttal, és valakinek figyelmeztetni kell rá, vagy vissza, akkor szükség van valakire, vagy valakikre, akik ezt megteszik, és hogyha valaki egyedül marad, akkor ez sok szempontból megnehezíti az emberek életét. Szóval nem azt akarom mondani, hogy puf, most véged van. Én csak azt akarom mondani, amit mondtam, és szerintem ez érthető, gondolom én, Igen, hogy. de ebben kapcsolatban akkor meg lenne egy kérdésem. Na? Hogyha mondjuk, mert itt nincs ilyen közösség, sőt, nem hogy közösség, kb. Egy embert nem tudnék itt mondani, Persze. de mondjuk, mi van akkor, ha mondjuk nekem, meg a feleségemnek direkt ez az út lett kiadva, mert nekünk például
Így kell ketten végigjárni, mert mit tudom én, például vezekelnünk kell bizonyos dolgokért, és át kell esni bizonyos dolgokon ahhoz, hogy mi eljuthassunk oda a végén. Azt nem És tudom. amúgy ezzel is kezdtem neked tegnap, amikor írtam, hogy ezért is szeretnék veletek legalább így interneten kapcsolatban lenni, hogyha netán egy kicsit, tehát hogy föl tudjunk titeket akár hívni, vagy Persze. téged, hogyha olyan szituáció van, bármi, hogyha ha nem is közvetlen egymás mellett vagyunk, de mégis azért legalább tudunk beszélni így. Hát Mert itt nincs ilyen közösség, sajnos. annyit hagyd tegyek ehhez hozzá, hogy én természetesen azt én nem tudom, hogy mi az atyának a célja kivel, hogy mi az, amit szeretne akárkitől, és mi az az út, amit kijelölt bárkinek is. Én csak annyit tudok, amit megosztottam itt, de tudod, azon érdemes elgondolkozni a mindenkinek, aki esetleg külföldön van még, vagy akár Magyarországon, és abban a hitben van, hogy ez az út, ez járható egyedül, hogy csak meg kell vizsgálni azt, ami le van írva mindig. És hogyha ezt teszi az ember, akkor az mindig választ fog adni a kérdésekre. Az meg fogja válaszolni ezeket a kérdéseket egyértelműen úgy, hogy nem lesz félreértés is. Ezért, ami itt problémát okozott nálunk sokaknak, az, hogy én azt állítottam, vagy mondtam, hogy ezt nem lehet egyedül járni, mint hogy ez így is van. Hisz ez van leírva. Szóval azt nem tudom, hogy esetleg kiválaszt embereket, hogy ők egyedül legyenek valahol, és aztán majd ott esetleg segítenek másnak, vagy ez a saját életük miatt van. Így is lehet. Én De csak... lehet, hogy az utunk során találkozunk olyanokkal, mert nem mi leszünk az egyedüliek, csak mi még Abszolút. nem tudunk róla. Én csak abból... Nem, ez egyértelműen így van. Szóval az, hogy mi lesz, azt nem tudom, hogy mi lesz. Csak, és az könnyen lehet, hogy az lesz, amit mondasz. Én csak azt tudom, ami van. Én úgy gondolom, hogy az idő az igazolta azt, hogy én jól döntöttem, amikor hallgattam az atyára, és hazajöttem Angliából. Minden azt bizonyítja, hogy ez egy helyes döntés volt, de én bennem nem volt egy szikrányi kétség sem afelől, hogy ez a helyes döntés, szóval én jöttem, mert mondta, hogy jöjjek, az kész. Nem úgy mondta, hogy eljött és mondta, hanem egyszerűen evidens volt, hogy ez az, amit akar. Ezért hazajöttem. Lehet, hogy másnak azt mondja, hogy maradjon ott, ahol van, akár, mert én sok, rengeteg emberrel kapcsolatban vagyok, szóval én tudom, hogy számos ember külföldön van, meg itt van, meg ott van. És hogyha bárkinek olyan erős az a meggyőződése, mint nekem volt, hogy maradnia kell, azzal nincs baj. Szerintem a problematikusra akkor válik ez a dolog, amikor valaki túl sokat vár, és taktikázik. Nem rád értem feltétlenül, mert azért én nem ismerem a te háttereteket, szóval én ezt nem tudom. De például most mutatok valamit, ami lehet, hogy érdekes lesz mindenki számára. Ez Jeremiás 51. Szóval azt akarom mondani, hogy valakik, én ismerek olyan embereket, számosat, aki túl sokat taktikázott, és ezért maradt kint, vagy túl sokat várt, és rengeteg ember van, aki az utolsó pillanatban jött szerintem haza, amikor még ez egyszerű volt. Sőt, De most... az én fejemben meg se fordult, hogy haza kéne, hogy Ó, menjek. én nem is feltétlenül rólad beszélek már, én csak felhasználnám ezt a lehetőséget arra, hogy a hasonló szituációban levő emberekhez szóljak, hogy ha még mindig valaki taktikázik, és azt gondolja, hogy ó, majd hazamegyek, amikor már muszáj lesz. Eljön az a pillanat a játékban, amikor az ember már kifogy a taktikai elemekből, és elfogy az idő ahhoz, hogy kijátsza a legjobb lapjait. Szóval szerintem sok ember szembesülni fog majd azzal, a világban különösen, de ezen az úton is, hogy egyszerűen csak elfogyott a játékidő, és túl sokáig tartalékolta a legjobb lapokat, és így nem tudta azokat felhasználni. Azt írja Jeremiás 51.6, hogy fussatok ki Babilonból, és ki mentse meg az ő lelkét, ne vesszetek el az ő gonoszságáért, mert Jahu a bosszú állásának ideje ez, és megfizet neki érdemei szerint. Folytatja, és azt mondja, hogy hamar elesett Babilon, vagy bocsánat, elolvasom a 7-est is, mert olyan nagyszerű.
Talán ezt mindenkinek érdemes észben tartani, hogy aranypohár volt Babilon Jahú a kezében, amely megrészegítette az egész földet, és a nemzetek ittak az ő borából, azért bolondultak meg a nemzetek. Folytatja a 9-esben, mindegy, elesett Babilon a 8-asban, és azt mondja a 9-esben, hogy gyógyítottuk Babilon, de nem gyógyult meg, adjátok előtt, és menjünk el őt, Babilont, és menjünk ki a maga földére. Mert az égig hatott az ő ítélete, és fölemelkedett a felhőkig. Ez a föld, amiről beszél, ez Eret. Szóval azt mondja, hogy menjen vissza mindenki a saját, ugye Babilon maga a világ, szóval azt mondja, felszólít mindenki, hogy menjen mindenki a saját földjére, ahonnan származik. Én ezt szó szerint vettem annak idején, és én azt hiszem, hogy, és még egyszer mondom, biztos vagyok benne, hogy vannak kivételek, mint ahogy mindig is voltak kivételek. Csak én azoknak szeretném ezt, főleg akik még mindig azt mondják, hogy egy év, vagy két év, vagy jövőre, vagy akármikor. Nem vagyok benne biztos, hogy ez örökké így lesz, hogy majd egyszer csak felülök a repülőre, az hazamegyek. Mint ahogy te most pont arról számolsz be, hogy ez nem így van. Hát igen, szóval én egyáltalán nem érzem ezt, és általában eddig hallgattam a megérzéseimre, de ezzel kapcsolatban ugyanazt érzem én, amit te előbb elmondtál, hogy neked jönnöd, haza kell menni, hazamentél. Teljesen ezt érezted. Én meg pont, hogy ugyanezzel kapcsolatban ezt érzem, hogy nekem itt kell maradni, kész. Mert az a esemény sorozata, hogy én kijöttem, és így rátaláltam, nekem ez nekem bőven elég már ehhez. Tehát ez nem hiszem, hogy ez csak úgy véletlen lenne. Nézd, ezt akarom kihozni belőle. Most akkor már, ha már itt vagyunk, csak még tovább haladván ezen a gondolatmeneten, és túl azon, hogy vannak egyéni kivételek, de akár itt az országban van valaki, akár külföldön van. És nem azt szeretném mondani, hogy mindenkinek feltétlenül ide kell jönni, ahol én vagyok, vagy mi vagyunk, de ha valaki azt mondja, hogy járja ezt az utat, annak tisztában kell lennie azzal, hogy ez egy kollektíva, amiről szó van. Ez egy embercsoport, amiről szó van. És a gyülekezés, ez egy szerves része ennek az útnak. Szóval ne hagyja magát senki befolyásolni másféle gondolatmenettől, ugyanis az atya egyértelművé tette, hogy mi az, amit ő elvár tőlünk, és mi az, amit cselekednünk kell. Ez egy csoportos rendezvény, és én úgy gondolom, hogy lehetséges ideig, óráig járni ezt függetlenül, mint ahogy számos példa volt erre, akár csak a mi közösségünkben, akiknek sikerült évekig ezt járni egyedül, vagy kettesével, vagy mint egy pár, de én úgy gondolom, hogy eljött az idő mindenki életében, amikor ez ennek vége volt, és ez szerintem az aggasztó az egészben, aki magára marad, amit mondtam az előbb is. Ezt lehetetlen ezt végigcsinálni, és szerintem mindenkinek a törekvése arra kellene, hogy irányuljon, hogy eljusson egy olyan közösségbe, ahol ezt csinálják az emberek. Szóval semmilyen körülmények közt ne vedd magad, én csak azt akarom mondani, hogy ha úgy gondolod, hogy ez rád vonatkozik, akkor rád, ha nem, akkor meg hé, akkor másod. De én rengetegszer szóval, amit mondani akarsz, az, hogy az, amit az atya megfogalmazott nekünk, mint hogy elvárásai, az csak kristálytiszta, hogy mi az, amit szeretne. Szóval nekünk arra felé kell haladnunk, hogy azt teljesíteni tudjuk. És az igazi áldozat úgy gondolom, hogy az életben az, amikor az ember mindent alárendel az ő időrendjének és az ő elvárásainak, és ebben nagyon fontos szerepet játszik, úgy gondolom, a sabátnapi összejövetelek és az ünnep, ami egyértelműen egy csoport. Szóval ez az, ami szerintem hiányzik azokból a
történetekből, amiket hallok, amikor az emberek egyedül vannak. És én átestem ezen, mert én egyedül voltam kint, és egyedül voltam itthon, és én tudom, hogy mennyivel másabb az, mikor az ember egy csoportban van, és ahhoz képest, amikor nincsen. Szóval ez az, amit esetleg érdemes megfontolni. És még egyet zárójelbe hozzáteszek, azt mondta ez Barashit 2.18, ha jól emlékszem, hogy teremtek neki egy segítőtársat, hozzáillőt. Szóval lehet, hogy pont az a segítőtárs az, aki azt mondja, ami helyes. Ez esetben. Hát igen, de van valami, és én is gondolkoztam ezen, mert hallottam tőled ezt nem egyszer, ezt a közösség dolgot, mert ugye ez, igen, ebben tisztában vagyok én is. De hát az van, hogy én egyáltalán nem érzem azt, hogy rosszat csinálnék ezzel, vagy semmilyen rossz érzés nincs bennem ezzel kapcsolatban, Ami nem jelenti azt, hogy hogy az helyes. hát az igen. Úgy értem, hogy az akkor jelenteni azt, hogy helyes, hogyha az összhangban lenne azzal, amit ugye találsz leírva. Ez a lényege annak, hogy amit érez az ember, azt mindig annak a tükrében kellene értékelni, ami le van írva. És ha az, amit érzek, az össze egyeztethető azzal, ami le van írva, akkor az abszolút elfogadható. Ha nem, akkor viszont át kell értékelnem azt, hogy vajon az, amit érzek, vagy nem érzek ebben az esetben, az helyes-e? Szóval csak azért, mert úgy érzem, és van egy erős meggyőződésem, az nem azt jelenti, hogy az helyes. De még egyszer mondom, nem tudom, hogy a te esetedben ez helyes vagy nem. Én csak azt tudom, hogy Hát azzal nem ugye tudok az élve. elején kérdezted, hogy akarok-e majd valami olyat mondani, amit csak neked, vagy csak a felvételen. Ja, értem. Akkor majd mondok még neked valamit felvételen Jó, kívül, és rendben. akkor úgy szerintem lehet, hogy megérted ezt, hogy Értem. miért Jó, gondolom így, nézd. és akkor is kíváncsi vagyok persze a véleményedre, Hát hogy mindenki akkor azt fogja majd kérdezni, hogy és mi az, amit mondott, amit nem hallottuk, mondd már létsz, hogy mi az, ami na, figyelj most közvetlen. akkor csak ilyen Nem. kicsit közösítve. Én szerintem, én nekem, hogyha nem is fogok belefutni ilyen emberekbe, még akkor, de még ez se kizárt, ugye beszéltük, hogy lehet, hogy utunkba fognak olyan emberek tévedni, mert nem mi leszünk az egyetlenek, stb. De ha mondjuk nem, akkor én ezt betudom annak, hogy nekem ez valamilyen szintű büntetésem lesz azért, amiket mondjuk csináltam az életem során. Mert mindenki bűnös. Csak ki így, ki úgy, ki nem úgy. Most nehogy úgy értsed, meg akik hallgatják, hogy mit a gyilkos voltam, vagy akármi, tehát nem ilyenre kell gondolni, de én például, hogyha ezt így kell nekünk végigcsinálni ketten, akkor én azt gondolom, hogy ez egy ilyen vezeklés lesz, amiért nem úgy éltünk, ahogy kellett volna. Természetesen. Ne, hát nézd, ez benne van a pakliba, ez lehetséges, hogy ez így van. Én még egyszer mondom, talán figyelj, én azt próbálom ezzel érzékeltetni, amit most mondok erről a gyülekezésről, meg arról, hogy mi az érzése az embernek. Én amit szeretnék ezzel érzékeltetni, az, hogy talán van és erről már volt szó valamelyik videóban, csak elfelejtettem, hogy melyik az, de a lényeg az, hogy van egy igen gyakorlatias felhasználási lehetősége az írásoknak, az pedig az, hogy mindig összevetem azt, amit gondolok, vagy érzek azzal, ami le van írva. És így tudom eldönteni azt, hogy vajon amit érzek, az helyes-e. Például érezhetem azt, hogy nekem nem kell imádkozni, mert én mindig kapcsolatban vagyok Elohimmel, és én mindig rá gondolok napközben. Amikor jövök, megyek, vagy bármit, amit csinálok, azt én rá gondolok, és az egyfajta imádság végül is, valljuk be őszintén. Szóval én nekem nem szükséges imádkozni, letérdelni, vagy megállni otthon, vagy azt az időt elkülöníteni arra, és rászánni, és csinálni ezt. Mert hiszen én azt csinálom egész nap.
És akkor ezt összevetem azzal, ami le van írva. És akkor rájövök, hogy hiába érzem én azt, meg alátámasztja egy rakott jel, hogy ez így van. Attól függetlenül még, ami le van írva, az egyértelműen azt bizonyítja számomra, hogy ez nem így van, hisz Dániel egy imádkozott, sőt, napjában többször Dávid beszélt arról, hogy számos alkalommal imádkozott, egy nap Salomó imádkozott, Jahusa HaMashiach imádkozott. Úgyhogy én gondolhatom azt, hogy nekem nem kell, mert én úgy érzem, és mert én ezt meg azt csinálom, de ami le van írva, az ellenkezőjét bizonyítja. És így van ebben az esetben is, mikor a gyülekezésről van szó. Itt ez óriási problémákat okozott nem is olyan régen számos embernek. És én csak azt mondtam, ami le van írva. Én mondtam, hogy ezt nézd, plusz én itt vagyok, én mi ezt csináljuk, legalábbis én 5 éve már lassan, szóval én pontosan tudom, hogy mennyi számít az, hogy az ember minden héten találkozott ezekkel az emberekkel, és együtt vannak, és együtt tanulunk, énekelünk, eszünk, beszélgetünk, ez az egész. Azt szeretném mondani, hogy én talán most jutottam el arra a szintre, amikor úgy gondolom, hogy mennyivel szegényebb is lenne az élet, hogyha ezt nem mutatja meg az atya is. Én is tudok elképzelni az életben, pedig egy-két dolgot már megcsináltam, ennél nagyszerűbb dolgot, mint ezek a napok. Szóval amikor azt mondják az emberek a világban, hogy ez egy átok, meg bűn, meg a sabát az a zsidóknak való, én nem vagyok zsidó, én nem is hiszem azt, amit ők hisznek, de ez egy büntetés, ha valaki azért, amit mond, hogy ez egy átok, meg egy rabság, a büntetés az, hogy ő nem vesz részt ezen, és nem vehet részt ezen, és nem tapasztalhatja meg azt, hogy milyen nagyszerű az, amikor valójában ott van. Jahua. De ettől függetlenül itt, ha mi oda kerülünk, hogy ki Aha. kell menjünk az utcára, ettől függetlenül még mi is, mi útunkba is sodorhat ilyen embereket. Tehát ez most nem azt jelenti, hát hogy akkor én országban, vagy ott mi lehet, nem lesz ilyen közösségben, sose. Nincsen gond. Én még egyszer mondom, nem feltétlenül neked, én csak úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű... De amúgy egyetértek veled, mm-hmm. mert a 100% biztos vagyok bennem, az emberi lény ilyen, hogy eleve társas lény, tehát mindenféleképp jó az egymás támogatása és egymásból erőmerítése, mm-hmm. de én hiszem azt, hogyha mi kint leszünk, akkor biztos meg fogunk olyan embereket ismerni, akik hasonlóan látják a dolgokat, mint mi. Uh-huh. Ha nézd, most ha gonosz lennék, azt mondanám, hogy 5 éve kín vagy, és még úgy tűnik, hogy nem ismertetek meg senkit, de ez csak úgy mondom. Szóval, sőt, lehetséges is, hisz azon a területen azért könnyen lehet, hogy... De mindegy, én részemről... Igen, de amikor eljön az az idő, amikor ezek a nagy döntések lesznek, hogy itt el kell dönteni, hogy lehet, hogy ilyenkor fognak ezek az emberek a felszínre jönni igazán, és eddig nem láttam uh-huh. őket, mert nem híresztelik, mert ugye sok ember úgy van vele, inkább nem mond semmit, csak ne nézzék hülyének yeah. a dolgok miatt, és lehet, hogy majd pont ez az oltás után fog felszínre bukni ez az egész itt, Igen. és lehet, hogy meglepődünk, hogy hány ember van itt olyan, aki úgy látja, mint mi. Tehát ez se kizárt dolog, szerintem. Szóval, yeah. nem tudom. De az biztos, hogy ez egy nagy történés lesz, mindenféle szempontból, legalábbis nekünk biztos, úgyhogy hát én kíváncsian várom, hogy mi lesz ebből. Mm-hmm. Úgyhogy, de Igen. akárhogy is lesz, annak én úgy vagyok vele teljesen, meg vagyok győződve, vagy annak úgy kell lennie. Nézd, az biztos, hogy úgy lesz, ahogy ő akarja, a felől kétsége ne legyen senkinek. Ezért mondom. Én csak megteszem azokat a lépéseket, amit meg kell, uh-huh. biztosra, mint az, hogy nem fogom magam megbélyegezni semmilyen oltással, meg ilyen csippekkel, meg semmivel, és utána teljesen rábízom magamat, hogy hova vezet, mi lesz velünk. Yeah. Nem, mert egyszerűen amúgy sincs más választás, tehát eljött Nagyon az az nincs. Idő. Igen. Nézd, azt hiszem, hogy ez nagyszerű zárszó lesz, és akkor még ha van már, ami azt megbeszéljük majd ezen kívül, aztán majd még visszatérünk erre, mert szerintem hasznos volt mindenképpen, és
mert kíváncsi vagyok, hogy hogy alakul majd ott a dolog. Úgyhogy, Mindenképp beszámolok majd. remélem, hogy ez hasznosnak találta mindenki, és aztán folytatjuk hamarosan, úgyis a sabátnapon legközelebb, illetve hát szerdán a Discordon, de a sabátnap legközelebb, úgyhogy halleluja. Ráépíteni egy egész teológiát, meg egy egész elmélet. Most elindítom újra a felvételt, mert ezt már sokszor találkoztam ezzel a jelenséggel. Szóval ne érts félre. Ha valaki, akkor én mindig azt figyelem, hogy az atya milyen dolgokat helyezett az én életembe, és mi az, amit meg tudok fejteni azokból a dolgokból, amiket ő elrejtett ott. Szóval én hiszek abban, hogy ő küld jeleket, sőt tudom mindennel, amit csak csinál. De azt mindig összevetem azzal, ami az ő elvárása. És szerintem ez az, ahol sok ember téved, meg hibázik, amikor az egybeesésből levon egy következtetést, és az hibás, így tehát nem is tudja, érted? Szóval felülírja az egybeesés, az a véletlen, az a jel, ami jöhetett az ellenségtől, vagy akárhonnan, azt, ami az egyértelmű helyes döntés lenne abban a helyzetben az írások többsége szerint. És ebben az esetben én mindenkinek azt tanácsolnám a lehető leghatározottabban, hogy keressen magának egy közösséget, mert ezt lehetetlen hatékonyan csinálni anélkül. És minden más, ami elfele visz ettől a gondolkodásmódtól, az nehezebb tudom elképzelni, hogy az atyától jön, érted, mikor ő megmondta, hogy ez a fontos neki, és akkor küld egy ruákot, ami az övé állítólag, és azt mondja, hogy ne. Csak gondolj bele, hogy ki az, aki azt szeretné, hogy az emberek elválasztódjanak egymástól, és magukra maradjanak egy idegen országban. De csak azt akarom mondani, hogy ha lecsupaszítod a tényeket, és eljutsz egészen a gyökeréig a dolognak, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy mindazok, akik külföldön vannak, gondolhatják azt, hogy őket oda helyezte az atya, de ettől függetlenül még el vannak szigetelődve pontosan úgy, amire most törekszik az ellenség a világban, hogy mindenki elszigetelődjön. És így, hogyha igen, így... de mi van akkor, ha ez úgy fog történni, mert ugye ez szerintem nyilvánvaló, hogy itt olyan diktatúra lesz, hogy itt senkinek nem lesz kb. Semmi szava, aki nem azt mondja, amit ők mondanak, igen. És hogyha cézilálják ezt a közösséget, és mindenkinek meg kell tennie azt a kis utat egyedül is, igen. Akár, jó, most nem tudom biztosra, de el tudom képzelni, hogy mindenkinek lesz az életébe egy a saját testre szabott próbatétele, értem. Amin át kell, hogy menjen. És mi van, hogyha ez lesz a végső próba, hogy ez a közösség, ahogy széthullasztják, és egyedül is ki kell bírni egy ideig például. Nézd, ha arra kerül a sor, akkor majd kibírom egyedül is. És mondd azt, hogyha nagy hülyeséget mondtam. De hogy is, én azt akarom mondani, én csak a végtelenségig fogom a saját álláspontomat megerősíteni, mert én nekem abszolút meggyőződésem van ez felől, és szerintem az írások ezt alátámasztják, és én azt szeretném, hogyha mindenki, belejte téged is, azok alapján hozná meg a döntéseit, ami le van írva, és nem az alapján, amit feltételez, vagy gondol, vagy érez. És nem rossz indulatban mondom, hogy ó, most te nem érted a dolgokat, vagy te arra. Csak azt akarom mondani, hogy semmilyen körülmények közt ne hagyd, azt mondta Jahus Ámasiák, hogy ne hagyd, hogy senki, nehogy valaki megtévesszen. Erre hívta fel a figyelmet, mikor kérdezték, hogy mi a jele az utolsó időknek, Máté 20-as fejezet, és azt hiszem Márk 13. És ez egy fontos gondolat, mikor mivel az a kezdő, hogy meglássátok, hogy valaki el ne hitessen benneteket. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a valaki itt, az minden esetben egy ember, vagy több ember.
Ugyanis az elhitet, az megtéveszt, vagy eltéveit elámít. És Éva mondta azt, hogy a kígyó ámított el engem. Szóval azt akarom mondani, hogy mindannyian hozunk hibás döntéseket, beleértve engem is sajnos. És pont ezt támasztja alá az, amit mondtam a csoportról, hogy ez a nagyszerű csoportban, mint ahogy most is, hogy az emberek meg tudják vitatni a gondolataikat, és korrigálni tudják egymás hibáit. Ami hiányzik, ha nincs jelen a számok, az emberek, a nagyobb száma az embereknek. És én ezért harcolok olyannyira, hogy mindenki, aki csak tud, találjon egy csoportot magának, mert én tudom, hisz ezt csinálom, és ebben vagyok benne, hogy egy csoport az hatványozza a haladás sebességét, és most ebben az időszakban, amiben vagyunk, borzasztó nagy szüksége lesz mindenkinek arra, hogy a lehető legnagyobb tartalékot gyűjtse össze, mind hitben, mind elszántságban, és mindenben, ami pozitív, mert az, ami következik idő, az úgy fogja ezt lekorrodálni, hogy ha nem lesz elegendő, akkor nem fog kitartani. És szerintem ez jobban működik egy csoportban, de ne érts félre, ha te mindezek után úgy gondolod, hogy az az egyértelmű utasítása neki, hogy te maradj ott, akkor hé, akkor ott kell maradod, de én csak azt mondom, hogy ha valaki nem, akkor én ezek miatt a dolgok miatt tanácsolom azt mindenkinek. Mert gondoljon úgy mindenki erre az időszakra, mint a rozsda, meg a fém, hogy minél tisztább, minél jobban ápolva van, meg bekenve, meg bezsírozva, meg mit tudom én, annál tovább ellenáll annak a korróziónak, és szerintem ez így lesz a jövőben a ruhákkal is az emberben. Ez az időszak az fel fogja emészteni azt nagyon gyorsan. Szóval én tényleg azt akarom, hogy a legjobb legyen mindenkinek, mert és ráadásul neked nem is lenne nagy áldozat ezek szerint, mert most te úgyis az utcán készülsz élni, szóval oly mindegy, hogy ott élsz az utcán, vagy itt, de én ismerek itt számtalan embert, aki eltávolodott, meg eltávolodik ettől az úttól, csak azért, mert ezeket az áldozatokat nem volt képes meghozni. Ami egy gyülekezett, amivel jár, igen? Hát majd arra azért megkérlek, hogyha valamikor lesz időd, nem tudom, akkor majd a feleségemmel esetleg beszélsz egy 5 percet, vagy... Hát nekem van időm most is. Most az a baj, most nem tudsz, mert ő nincs itthon, ja, most egy családnál van, ő úgy dolgozik, és hétvégén jön haza, mert sajnos most csak ilyen munka volt, úgyhogy ezek a lezárások miatt sajnos megszűnt. Elég sok munka, nem csak ő benne, végig ez volt, hogy ő hazamenne, de most viszont olyan szituációban vagyunk már, hogy ezt most mondod, lehet, ha előbb beszéltünk volna más, úgyhogy most az idő majd meglátjuk, hogy az idő alatt úgy kiderül, hogy mi legyen, mert valószínűleg szerintem, hát most ezt nem tudom biztos, hogy most hogy áll ez az egész az utazás szempontjából, hogy most még csak karantén van, vagy már kell valami oltás, most ezt még nem tudom még biztosra. Még nem kellhet, hisz még nem kezdődött el a hivatalos oltás ott, de itt meg még semmiképp. Igen, 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 de az a baj, hogy olyan szituációban vagyunk, hogy ha tudnánk, ha most mi úgy döntünk mégis, hogy visszamegyünk, akkor is csak január elején tudnánk. Értem. Tehát, hogyha magyarul január elejéig be fogják ezt vezetni, akkor viszont itt kell maradjunk. Értem. De azért a feleségemmel is légy szíves, majd váltsál el pár szót. Nagyon szívesen bárkivel. És akkor meglátjuk, hogy ő mit mond erre, mert azért ő most egy családnál van, egy idős nénit. Nézd, annyit hagyd tegyek hozzá, hogy még egyszer ismered a videókat, mert már 4 éve vagy 5 éve hallgatod, akkor, hát az összes akkor pontosan tudod, hogy már hányszor elmondtam azt, hogy mit érzek, gondolok, hiszek, vagy vélek, vagy akarok, annak nincsen jelentősége abban, hogy mi az, ami helyes. Ami helyes, az, ami le van írva, az, ami helyes. Szóval ha mindaz, amit én érzek, hiszek, vélek, vagy gondolok, vagy akarok, az nem egyezik azzal, és azt nem tudom alátámasztani az írásokból
a versekkel, akkor azt el kell vetnem, azt a gondolatot vagy érzést. Egyszerűen csak el kell engedni, el kell fogadni, hogy az helytelen, mint ahogy mindannyian számos alkalommal tévedünk. Szóval azt akarom ezzel csak kifejezni, ezzel kapcsolatban, amit mondasz, hogy nem érzed, hogy végtelen vers van arra vonatkozóan, ami azt támasztja alá, amit javasolok ezügyben. És borzasztóan nehéz lenne szerintem alátámasztani azt, amit te mondasz, hogy az jó, ha valaki egyedül marad, különösen egy ilyen kritikus időszakban. És ha ez így van, akkor szerintem azt a gondolatmenetet, ami van, vagy ezt az érzést, azt egyszerűen csak felül kell vizsgálni. Ugyanis lehet, hogy az a hamis nyugalom, ami övezi ezt az egész döntést, az nem biztos, hogy az atyától jön, és ő csak azt szeretné tudni, mint ahogy oly sokszor, hogy ki az, aki azt csinálja, ami le van írva. Nem csak azt mondja, vagy akarja, hanem aki meg is cselekszi a gyakorlatban azokat a dolgokat, amiket ő mondott. Ha az azzal jár, hogy ott hagyom az egzisztenciámat, ami már ott nem is létezik lassan, akkor az. És én szerintem ez a legfontosabb. Nézd, én beszéltem olyan emberekkel, akik azt mondták nyáron, hogy oké, hazamegyek, de még egy-két évet maradok itt, hogy összeszedjem magam. Már nyáron tavaly látszódott, nem az idén, tavaly, hogy nem lesz egy-két év. Most már nem is tudom, mit gondolnak ezek az emberek, akik ott még egy-két évről beszéltek. Értesz? Csak azért, mert ők azt gondolták, hogy az a helyes. Mikor világos volt, hogy nem. Én 5 éve menekültem haza, hogy nehogy kín ragadjak, és haza kell úsznom a csatornán keresztül. És most attól tartok, hogy minden azt igazolja, hogy az egy helyes döntés volt akkor, Yahuának hála. Na mindegy, én elmondtam, amit akartam, és én csak boldog vagyok, hogy egyáltalán megfontolod azt, amit mondtam, vagy ha bárki megfontolja, mert szerintem annyi elég. Utána az atya már megmutatja, hogy mi az, ami helyes, szóval én emiatt nem is izgulok. Persze, teljesen megfontolom, sőt, ugye mondtam is, hogy beszél a feleségemmel, pedig annak ellenére, hogy én tudom, hogy ő csak ezzel megerősítést kap, és majd nekem fogja mondani, hogy ő megmondta. De még akkor is ott marad ez az idő, ez a kevés idő, hogy egyáltalán mondjuk, hogyha mondjuk tényleg így kellene, hogy visszamegyünk. Megmondom őszintén, visszamegyünk, akkor az én anyámhoz még tudták, fedél alá mennénk itt meg az Minden, utcára. Persze. Szóval, de akkor is szerintem most már olyan kevés itt az idő, mert itt mondom, óránként változnak a dolgok. Tehát lehet, nem az, hogy ezért van ez az egész beszélgetés, meg minden. Hogy azok, akik de még nem kaptak is, kézbe, igen, azok pontosan kézbe kapjanak, tudod? Mert nem te vagy az egyetlen, akinek ez az üzenet szól. Tudod, az az érdekes számomra, meg a megdöbbentő, hogy te legalább járod az utat, meg elszántan rajta, vagy meg rájöttél, hogy ez a legfontosabb. De itt még mindig van ebben az országban majd 10 millió ember, azon a maroknyi embercsapaton kívül, aki rájött, hogy már tök mindegy az egész életnek, akik még mindig jönnek, mennek a világban, mint hogyha ez így maradna örökké. És az az egészben a bizarr, hogy ez az, ami le van írva, pont itt előttem, attól tartok, hogy erről lesz hamarosan itt szó, amit mondod, hogy ugyanúgy vannak ezek az emberek, mint ahogy voltak, mikor Noé idejében, ugye azt a példát hozza itt fel, most azt próbálom megkeresni, hogy azt mondja, hogy mikor azok az emberek is ott ettek, ittak, meg Szodoma, meg Gomorra, hogy azt se tudták, hogy hány óra van, mikor ez az egész bekövetkezett. És most én ugyanezt látom, hogy az embereknek fogalma sincs semmiről, hogy mi az, ami zajlik, és még mindig az igazság az számukra valamiféle összeesküvés elmélet, vagy nevetséges teóriák, meg egy mesekönyv.